Rákkeltő anyag kibocsátása miatt jogi eljárás kezdeményeztek környezetvédők egy Kínában működő gyár ellen. A Yunnan tartományban működő üzemből származó króm ráadásul nem csak a környezetet, hanem a gyár közelében levő két falu lakóit is mérgezte. Ebből a gyárból származott az a rákkeltő anyagokat tartalmazó salak, ami miatt a helyiek már jó ideje szenvedtek. A hexavalens króm néven ismert anyaggal mérgezett mintegy 5000 tonnányi salakot az egyik környékbeli gyárból teherautókkal szállították ide. Az ipari park melletti Napan folyó vizét is szennyező króm miatt számos állat elpusztult, az emberek között pedig feltűnően soknál diagnosztizáltak rákos megbetegedéseket. A hatóságok eleinte ugyan nem vették komolyan a vádakat, ám végül tavaly szeptemberben 5 embert is elítéltek az ügyben, a gyárat pedig felszólították, hogy hagyja abba a környezetszennyező tevékenységét. A vizsgálatok szerint a víz króm tartalma ekkor már a megengedett határérték több mint 200-szorosa volt. Bár a szennyező anyagot fémlemezekkel takarták le, és az üzemet folyamatosan megfigyelés alatt tartják, a méreg már eddig is súlyos károkat okozott. Ennek a férfinak a fiánál az orvosok két különböző rákot is találtak, a gyerek már 4 kemoterápián is túl van. Semmit nem tudunk arról, mi történt. Amikor a fiam beteg lett, nem tudtuk, mi a baja. Az orvosok is azt mondták, nehéz megmondani, mi történhetett. A telkünk pont a krómmal szennyezett salak mellett volt. A gyárnál még egy lefolyót is ástak, azon keresztül is idefolyt a szennyező anyag, mondja a férfi. A helyieket az önkormányzat és a gyár semmilyen módon nem kárpótolta a történtekért, a mérgezés okairól pedig nem készült pontos és átfogó vizsgálat. Jogászok és környezetvédők egy csoportja azonban úgy döntött, saját kézbe veszi az ügyet, és beperli a szennyezésért felelős társaságot. Most fordul elő először, hogy egy civil környezetvédő szervezet felperesként szerepel egy közszolgálatot érintő bírósági ügyben. Ez azt jelenti, hogy ha a jövőben hasonló esetek lennének, akkor a környezetvédő szervezetek képviselhetik majd azokat, akiknek nincs rendes jogi képviseletük a jelenlegi bírósági rendszerben, mondja a Greenpeace egyik vezető aktivistája. Kínában a környezetvédelmére irányuló törvények betartása még gyerekcipőben jár. Ennek eredményeképpen 2010-ben országszerte mintegy 10 millió tonnányi krómmal mérgezett salak volt különböző lerakóhelyeken.